Vendégünk a stúdióban Zékis Adrián. Szia, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Mi Dórival adásunk elején megbeszéltük, hogy szerencsére nagyon szerencsések voltunk gyerekkorunkban, hiszen nem ért minket semmilyen ilyen jellegű atrocitás, viszont a magyar gyermekek kétharmadát ez sajnos éri, ez a bántalmazás. Mi inspirált most téged arra, hogy erről írj egy ilyen oktató jellegű mesekönyvet? Hát több dolog is. Egyrészt az, hogy tök jó, hogy nektek ilyen élményetek van, hogy szerencsésnek gondoljátok magatokat, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokunknak van olyan élménye, amit viccelődésnek veszünk, hogy mindig egy valaki volt kipécézve. Ezek is mind-mind rosszak, és nem csak annak rossz, aki ezt elszenvedi, hanem annak is, aki szemtanúként részt vesz, és tudjuk, hogy sokszor a bántalmazó is rosszul érzi magát, nem véletlenül bánt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma az iskolákban, ami jelen van, és ami ellen muszáj valamit tennünk. Ezért írtam ezt a mesekönyvet. Te pedagógusként és szülőként egyébként milyen esetekkel találkoztál? Mert itt például említetted azt, hogy már az is bántalmazásnak számít, hogyha viccelődünk a másikkal. Nem az számít. Azt, hogy hogyan viccelődünk természetesen, mert hogyha mondjuk én megviccellek téged, az még nem egyfajta bántalmazás, ennek is azért vannak szintjei. Itt a viccelődésre én inkább úgy gondoltam, hogy mi magunkat mentjük fel mondjuk visszamenőleg, hogy gyerekkorunkban ám csak viccelődtünk, de közben már átléptünk egy határt, tehát hogy nem, tehát hogy a viccelődés és a bántás között éles határ van, és én ezt például az osztályban, ahol tanítok a gyerekekkel, én ezt mindig szoktam tisztázni, tehát hogy az, hogyha valakinek gúnynevet adunk, az lehet, hogy neked vicces, és lehet, hogy a közösség ki tudja nevetni, de attól még annak az embernek az bántó, és ilyet nem tehetünk például, ez egy egyszerű példa csak. És a meséket az osztályon teszteled is, ezt is elmesélted nekik? Kiről szól ez a történet? Hogyan mutatja be ezt a fontos témát? Ma is az iskolában olvastam gyerekekkel, és oldottunk meg ehhez kapcsolódó szemléletformáló feladatokat. Pont az, hogy tudják megkülönböztetni a bántást a viccelődéstől, tudják megkülönböztetni az árulkodást a segítségkéréstől, tudják megkülönböztetni a barátot a nem baráttól. Ez egy alsós osztály történetét mutatja be, ahol a főszereplő kisfiú, aki az én kisfiamról lett megrajzolva, egy varázslatnak köszönhetően a szemüvegével el tudja olvasni mások gondolatait, és így látja meg, hogy mennyire rosszul érzi magát az a gyerek az osztályban, akit bántanak, és így látja meg, hogy a szemtanú gyerekeknek is milyen nehéz, hogy mindenki azt érzi, amit ő, hogy ez így nincsen rendben, csak nagyon-nagyon nehéz kiállni, és azt mondani, hogy akkor elég. Főleg, hogyha egy csendes kisfiú a szemtanú, neki nehéz azt mondani az osztály hangadóinak, hogy eddig és ne tovább. Pont ezért kellett a varázslat, kellett a megerősítés, hogy nem egyedül van ezzel, akinek ez probléma, és akkor a mesében tud segíteni és tud kiállni. Azt gondolná az ember, hogy ez a mesekönyv, ez csak gyerekeknek szól, de nem így van, hanem nekünk szülőknek is, felnőtteknek is, akár a pedagógusoknak is, hiszen ha jól tudom, akkor pont a végén van benne egy pszichológus által összeállított anyag is. Több minden is van. Ki segített neked? Karácsony Eszter iskolapszichológus kolléganőm írt pszichológus szempontjából tanácsokat, észrevételeket szülőknek. Én pedagógusként írtam, mert azt látom, hogy azért sok szülőnek segítségre van szüksége, hiszen mindannyian szeretjük a gyerekünket, féltjük, annál rosszabb nincsen, mint hogyha őt bántják. Ennek ellenére nehéz, nem tudjuk, hogy hogyan tudnánk neki segíteni, egyáltalán mire beavat minket a gyermekünk, mert fél, hogy visszajut a bántalmazó fülébe, hogy ő árulkodott, hogy ő elmondta azt, hogy valami történik, és még nagyobb lesz a baj. Szóval szülőként nekünk is szükségünk van támogatásra, és ezeken az útmutatókon túl nagyon-nagyon sok hasznos linknek a QR kódja is bekerült, a Hintalovon Alapítványnak, az UNICEF-nek, a Békés Iskolák programnak, szóval nagyon-nagyon sok edukatív anyagot lehet még a mese elolvasása után szülőként is és pedagógusként is a témában keresni. Az imént említetted, hogy ugye a gyerekek gyakran azt gondolják, hogy ha látnak egy ilyet, szemtanuljuk egy ilyen esetnek, akkor az árulkodásnak számít, hogyha elmondják a pedagógusnak. De hogy lehet erre felhívni az ő figyelmüket, hogy ez nem árulkodás, hanem pont, hogy segítség a bántalmazottnak? Ez egy nagyon nehéz, mert óvodáskoruktól kezdve a gyerekeket arra trenírozzuk, hogy ne mondd el, mert árulkodsz, az árulkodás csúnya dolog, megszégyenítjük őket, hogy ezt nem szabad csinálni, és ezért a gyerekek
Csomószor azt gondolják minden szituáció, hogyha beszámolunk a felnőttnek, az árulkodás le fognak szídni, ki fog derülni. Én például a gyerekekkel nagyon sok szituációs játékot csinálok. Tehát bedobom a közösbe, hogy szólni kell-e a tanárnak, ha véletlenül valaki fellök a folyosón. Ha véletlen volt, és nem szorulsz orvosi segítségre, akkor erről nem kell szólni. De ha valaki oda megy, és szánt szándékkal megrúg téged, arról szólni kell, mert akkor segítséget kell kérni. De nem csak fizikai esetekben, hanem ugye akár verbálisan is lehet valakit bántani, akár pszichikai, szóval nagyon-nagyon sokféleképpen tudják egymást a gyerekek bántani. Rettenetesen sok szituációt gyűjtöttem össze nekik arról, hogy arról nem kell beszámolni, ha valaki a pad alatt egy könyvet olvas, de arról, ha valaki eltöri szánt szándékkal minden nap a ceruzáidat a toltartóban, arról szólni kell. És ezt egyszerűen meg kell tanítani, de az a tapasztalatom, hogy újra és újra elő kell venni a témát. Tehát, hogy nem nyugodhatunk meg azzal, hogy elolvasunk egy mesét, egyszer beszélgetünk, akkor ez pipa, tudni fogja a gyerek, hogy mi a helyzet, hanem rendszeresen kell. És pont ezért a könyvbe beszélgetésindító kérdésekre is adok a szülőknek tippeket, mert nagyon sokszor szaladunk bele abba, hogy mi volt a suliba, semmi, oké, és akkor lapozunk. Így nem fogjuk megtudni, hogyha bántják a gyerekünket, vagy ha más bántanak. És még egy fontos gondolat, hogy a bántalmazás nem csak a bántalmazottnak rossz, hanem az egész közösségnek rossz. Senkinek nem jó egy olyan helyre bemenni, ahol elfogadott, hogy valakit bántunk, mert lehet, hogy holnap én leszek, de akkor is ebben a toxikus légkörben kell nekem is ott lenni. Minél előbb vége kell, hogy legyen. Nehéz ebbe egyébként szülőként belegondolni, mi minden zajlik az iskolában, és tényleg, amit mondtál, hogy hazajön a gyerek, megkérdezzük, hogy mi volt a suliban, semmi, aztán közben nem tudhatjuk, hogy valóban mi történt. Ezért az, hogy a gyerekünkkel szülőként hogyan kommunikálunk, és hogy valóban kommunikálunk, és minőségi időt töltünk vele, ez is nagyon fontos, mert megelőzhetünk nagyon-nagyon sok bajt. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, ez egy nagyon fontos téma. Alig várjuk a következő könyvedet, hogy azt miről fog majd szólni. Köszönöm szépen.